Köszöntöm a Mezőtúri Városi Televízió nézőit, Önök a Túri Hírmondót látják. 2017. augusztus 2-a szerda van, a pontos idő 19 óra. Tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. 10 éves lett a kóborka állatotthon. Víradást szerveztek az East Fest idejére. Sikeres volt a kisvirág horgászverseny. A Kóborka Állatotthon jubileumi 10. évét ünnepelte a közösségi ház előtti téren. Sok nehézségen mentek keresztül, de szép egy évtized áll mögöttük, nyilatkozta televíziónknak Varga Katalin, az állatotthon egyik alapítója, aki a hétvégi rendezvényről is beszélt híradónknak. Mezőtúr számára mennyire fontos ennek az állatotthonnak a működése, mennyire nélkülözhetetlenek ők? Nagyon fontos, hiszen olyan problémát oldanak meg, amely a hétköznapjainkon abszolút jelenlévő problémáról beszélünk, hiszen nagyon sok kóborebbet lehet találni, és hát ugye ez önkormányzati feladat, kötelező önkormányzati feladat, hogy ezeket begyűjtsük. Erre alkalmazzuk a gyepmestert, és van az önkormányzatnak egy gyepmesteri telepe is. És hát természetesen az elsődleges az embereknek a biztonsága, és hát sajnos lehetett hallani az utóbbi esztendőkben olyan esetekről is, amikor kóbor állatok megtámadtak járókelőket, vagy éppen a kerékpárról sikerült nekik leszedniük az illetőt, tehát erre természetesen nagyon fontos, hogy odafigyeljünk. És hát természetesen a történet következő része, amikor a kóborebeket begyűjtjük, hogy lehetőleg a részükre minél hamarabb egy szerető gazdit találjunk. No, ebben van jelentős szerepe az Egyesületnek, és hát a telepről, és hát sok helyről, hiszen felajánlanak nekik nagyon sokan állatokat, és ezeket ők ott tartják, sokszor hetekig, hónapokig a menhelyen, és hát előbb-utóbb gazdát találnak. Szeretném elmondani azt is, hogy ezen a téren nagyon nagy a baj, fegyelmezetlenség, felelőtlenség az emberek részéről, sok embertársunk részéről. Természetesen akinek nem inge, az most ezt ne vegye magára, de nagyon sok helyen felelőtlenül szaporítják az állatokat, átgondolatlanul nem ivartalanítják azokat, amikor nincs szükség az utódokra. És még sorolhatnám, mennyi minden probléma van. Ennek a következménye az, hogy tulajdonképpen ennek az egyesületnek, ennek a két hölgynek elsősorban, ugye Ildikónak és Katalinnak az áldozatos munkája kell ahhoz, hogy valaki törődjön ezekkel az állatokkal. Természetesen az önkormányzatunknak tehát nagyon fontos az ő működésük. Én úgy gondolom, úgy értékelem, hogy nagyon jó is az együttműködésünk az Egyesülettel. Nagyon sokat segítettünk az elmúlt években, természetesen ez anyagi formában is, tehát támogatással járultunk hozzá ahhoz, hogy meg tudják kapni a használatba vételi engedélyt, most már végre az is megvan, tehát a menhely abszolút szabályosan működik, és hát természetesen a jövőben is az a célunk, hogy segítsük az ő munkájukat, támogassuk őket, ahogyan csak bírjuk. Szerencsére most van egy olyan gyepmester telep vezetőnk, aki szintén szívügyének tartja az állatoknak a sorsát, és ő maga is nagyon sok kóbor állatnak talált már gazdát. Ezek mindig úgy működnek az Egyesület részéről is, és az önkormányzat részéről is, hogy védőoltással ellátva, csippeltetve kerül új gazdához, és hogyha legközelebb elkóborul, akkor meg tudjuk nézni azt, hogy ki volt az a felelőtlen gazdi, aki elveszítette. Nagyon sokszor vissza is kerülnek az állatok az eredeti gazdájukhoz, hát ez természetesen külön öröm, hiszen van, aki nem szándékosan engedi el útjára az állatot, hanem véletlenül egy rossz kerítés, vagy valami oknál fogva kóborul el. Tehát a lényeg az, hogy oda kell, hogy figyeljünk az önkormányzat részéről, és ezúton is köszönöm az Egyesületnek a munkáját, hiszen nagyon-nagyon sok áldozattal teszik a dolgukat, és természetesen a település látja ennek az összes előnyét és eredményét. 10 éves a Kóborka Állatotthon, ennek apropóján lehetünk itt a közösségi ház előtti téren. Milyen programokkal készültek a mai napra? Változatos programokkal készültünk, amit nagyon várnak az emberek, lesz egy bolhapiacunk a megszokott módon, az bent lesz a belső részben, kívülről gyerekeknek lesz arcfestés, lesz hennafestés,
mindezt megelőzően polgármester úr, illetve a volt elnök és én jó magam egy néhány gondolatot majd mondunk. Közösségi asztal lesz, ahol a fiatalok a közösségi munkával kapcsolatban tartanak egy kis érdeklődésfelkeltést. Lesz egy ideiglenes örökbefogadó asztalunk, ahol ennek a szabályairól lesz egy kis tájékoztatás. A programok mi alapján álltak össze? Közösen, ahogy összeültünk az egyesületi tagok, még ez a maroknyi néhány ember, így megbeszéltük, hogy legyen azért felnőttnek is érdekes, egy középkorosztálynak, diákoknak, illetve a gyerekeknek is. Esetleg ezt a jubileumot ünneplik még valami másfajta módon is? Sajnos nincs rá időnk meg lehetőségünk. Annyi lesz, hogy délután 3 órától lesz egy menhelylátogatás, aki szeretne kijönni és nem tud kijönni, oda kivisszük autóval. Mit kell tudni a Kóborka állatotthonról? Mint ahogy tudjuk, 10 éves születésnapunkat ünnepeljük, 2007 tavaszán alakultunk, és a hosszú 10 év alatt végül is állatszerető emberek és nagyobbak segítségével létrehoztunk a nulláról szinte egy állatotthont, és jelenleg 88 kutya van bent, őket gondozzuk, orvosoljuk, és igyekszünk gazdásítani, mert sajnos mindig van utánuk utánpótlás. Mit jelent a csapatnak ez a 10 év? Hogyan foglalná össze a jelentőségét? Nagyon nehéz 10 év áll mögöttünk, de ugyanakkor azért meghatódottan boldogok vagyunk, hogy van mögöttünk 10 év, hogy eljutottunk idáig, hogy még ez a maroknyi néhány ember tartja a frontot, és próbálunk segíteni a bajba jutott állatokon. A jubileum alkalmából egy rajzpályázatot is hirdettek, melynek eredményhirdetése szintén ma lesz. Erről mit kell tudnunk? Igen, hirdettünk közel egy hónapja egy rajzpályázatot gyerekeknek. Egy kicsit csalódott vagyok és szomorú vagyok, mert azért ebből a nagyvárosból több rajzra számítottunk, összesen 8 gyermek rajzolt, úgyhogy őket, mindannyiójukat megjutalmazzuk majd. Akkor nincsenek helyezettek tulajdonképpen? Igen, mert a 8-ra ez mind olyan szép, mind olyan kedves, különböző korosztály a 6 évestől a 11 évesig, nehéz lett volna rangsort fölállítani. Mi volt a tematikája a műveknek? Mindenféleképpen én és az állat valamilyen szinten, úgyhogy olyan rajzok születtek, hogy én és a kiskutyám, kiskutyáink, tehát kizárólagosan ezzel kapcsolatos témában rajzoltak a gyerekek. Mik a jövőbeli tervek, elképzelések? Hát szeretnénk még egy következő 10 évet is egészségben az állatok között megélni, és hát reméljük, hogy fejlődik tovább a menhelyünk, és nagyon-nagyon bízunk abban, hogy egyre kevesebb kidobott kutyát találunk, és egyre több felelős állattartó lesz mezőtúron is. Véradást szerveztek az East Fest idejére a közösségi házban. A nyár gyengébb időszak a víradás szempontjából, ezért minden lehetőséget meg kell ragadni erre, nyilatkozta híradónknak Körmöndi Andrea, a Vöröskereszt mezőtúri szervezetétől. A közösségi házban ismét lehetőségük van az embereknek vért adni. Eddig mennyien jöttek el, mik a tapasztalatok? A nyár az mindig egy gyengébb hónap szokott lenni, gyengébb hónapok, azért is van most egy ilyen kampánya a Vöröskeresztnek, ugye minden véradó kap egy kupont, amin van egy kód, amivel regisztrálni lehet a véradás.hu oldalra, és akkor hetente, havonta lehet nyeremény nyerni, illetve fődíjunk is van. Ez mindig egy kicsit azért szükséges, hogy ösztönözzük jobban a véradókat, hogy jöjjenek nyáron vért adni, mert azért kevesebb a véradó létszám. Az East Fest idejére lett ütemezve a mai véradás, nem tudom, hogy ez szándékosan vagy direkt történt. Mennyien jöttek el esetleg a fesztiválozók közül, vagy voltak-e? Ez egy szerencsés egybeesés. Ugye mindig hónap utolsó szerdáján van nálunk a véradás, és most ide esik az East Fest is. Mi ezt kihasználtuk azért, az ifjúsági Vöröskereszt tagjaival plakátoltunk, illetve szórólapoztunk, és hát voltak ízfesztes fiatalok, bár még korán van. Úgyhogy még azt mondták, hogy még most ébredezik a sátortábor, úgyhogy majd még mi várjuk hát, ha jönnek ízfesztesek. Az ízfeszten, aki kint van, javarészt alkoholt is fogyasztanak. Ez hogy befolyásolja a véradást?
lassan már délhez közeledünk, tehát ami tegnap este, éjfél, hajnal tájba elfogyasztott alkohol, az gyakorlatilag kiürült már, úgyhogy tulajdonképpen már lehet jönni, most sem zártak ki még eddig senkit sem. Ugye doktornő így is megvizsgálja a véradókat, és nem, tehát emiatt nem lett kizárva a véradó. Az embereknek mikor lesz lehetőségük legközelebb vért adni? Legközelebb ismét egy jeles rendezvényhez kapcsolódva, a túri vásárhoz kapcsolódóan lesz véradásunk, hogy a vásárnapján, vasárnap, augusztus 13-án 9 órától, tehát kicsit később kezdünk, nem 8-kor, hanem 9-kor, 9 órától 14 óráig lesz lehetőségük mindenkinek vért adni. A sportpályán leszünk, tehát Városi Sportcentrum, pontosabban ugye a hivatalos megfogalmazás, és ott is fönt az emeleten, az öltözők környékén, illetve az irodában ott leszünk fellelhetők. Rendkívül sikeres volt az idén először megrendezett jótékonysági horgászverseny, melynek bevételét a Kisvirág gyermektábor szervezésére fordítják. A részletekről Veres Imre beszélt televíziónknak, a Mezőtúri Horgász Egyesület versenyszervezője. Idén először a Kisvirág gyermektáborhoz kapcsolatban egy jótékonysági horgászversenyt rendeztetek. Ez hogyan sikerült? Hát nagyon jó sikerült a verseny. Ugye elég sok induló lett, azt úgy kell nézni ezt a versenyt, hogy igen, ez a jótékonysági horgászverseny az idén először kapcsolódott a Kisvirág gyerektáborhoz, viszont ugye a Pingi Horgászbolt évek óta meghorgáztatta a gyerekeket a Ligeti tón, és a Mezőtúri Horgász Egyesület is besegített ebbe, ugye a helyszín adásával, meg egy kis előadást ugye az elnökünk mindig tartott a gyerekeknek. Úgyhogy ez az idén is így lesz egyébként, hogy a gyerekek horgászni is fognak, meg ha jól tudom, lesz most egy olyan támogatónk, aki meg is fagyisztatja a gyerekeket, úgyhogy ezt is majd a horgászat közben, lehet, hogy a közben fogjuk ezt is beszervezni. Úgyhogy hát a horgászverseny nagyon jó sikerült, ugye gyerekindulónk is volt, felnőtt indulónk is volt. Ez ugye július 22-én került megrendezésre, Ecsekfalván, Kakadcsatornán. Ugye egy olyan helyszínt sikerült megszereznünk erre a versenyre, amin nincs horgászat. Ugye nincsenek is helyek kialakítva, úgyhogy ilyen 50-60 méterenként ültek a horgászok, úgyhogy nagyon ideális körülmények voltak. Mondjuk ahhoz képest nem fogtunk olyan sok halat, de jól éreztük magunkat, ugye előző este elmentünk, volt egy kis after party, egy szalonna sütő party előtte, úgyhogy előző este, úgyhogy reggel frissen, fitten ébredve neki csaptunk a horgászversenynek. Ezt ugye Kádár Zoltán nyerte, 5 kiló 15 dekával, ha jól emlékszem. Második az Hodos Sanyi lett, harmadik pedig a helyi halőr, ugye egy darab pontyot fogott, az az egy ponty volt a versenyen, az pedig Ben Stroth Tibor fogta. Ugye itt összesen fogtunk 25 kg 38 deka halat, az nem annyira sok végül is, de én szerintem senki nem úgy távozott a versenyről, hogy jaj, hát kevés halat fogtunk, úgyhogy ez összejött ez a dolog elég szépen. Úgyhogy hát a támogatókról is szeretnék mondani, hát ugye minden horgász kivette a részét ebbe, aki indult. Azon felül pedig ugye voltak plusz jelenkezők még erre a versenyre, akik nem jöttek el a versenyre, viszont a nevezésüket elküldték. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a vidéki csapatoknak ezt a támogatást, ez ugye Szarvasi és Szolnok, itt a Pelikán Horgász Egyesület és a Szarvasi versenycsapat ugye besegített ebbe a kis jutalmazásba, vagy hogy mondjam, a tábor finanszírozásába, úgyhogy a gyerekek el tudnak menni egy busszal a Szarvasi arborétumba, ugye ott tudnak, ha minden igaz, csónakázás lesz, meg még pontosan nem tudom, milyen programuk lesz ott, de úgy néz ki, hogy összejött az az összeg, amit szerettünk volna, úgyhogy nagyon szépen köszönjük mindenkinek a támogatást, ezt ugye a KHS vizén rendeztük meg ezt a versenyt. Ez úgy nézett ki, hogy ugye Nemes Attila volt a fővédnök a versenynek, ő intézte el nekünk, mivel ez ugye a saját szakaszuk, ez a Kakadcsatornán, ez a mentett szakasz, így aztán ott sikerült ugye pecáznunk egy jót. Támogatott még bennünket a Lipót Pékség, ez úgy nézett ki ez a támogatás, hogy ugye kaptunk kenyeret a halászléhez, ugyanis a Pinki Horgászbolt biztosította ugye a halászlevet, és akkor a Lipót Pékség pedig a kenyeret ajánlotta fel, ez ugye Békés Csabán van, nagyon szépen köszönjük nekik.
Mezgel Krisztina ugye segített a papírok elintézésében, az engedélyekben, meg a leszervezésben. Akkor nagyon szépen köszönjük a kupákat, amiket ajánlottak fel nekünk, ugye, hogy a horgászok kaptak kupát. Ezt ugye Hodos Bandi és Kerékgyártó Anti. Meg azért még volt egy pár segítő különböző feladatokra, akiket nem biztos, hogy mindig el tudok mondani. Nagyon szépen köszönjük mindig mindenkinek a támogatást a versenyekre, mert azért van itt munka mindig előtte. Ugye mi már megnéztük egy hónapja körül ezt a helyszínt, hát ilyen derékig érő fű volt például, és mire eljött a verseny ideje, szépen kitakarították, úgyhogy az ottaniaknak is nagyon szépen köszönjük, az ecsekfalviaknak, úgyhogy rendbe rakták a pályát, úgyhogy egy teljesen szabad területen pecáztunk. Kedves nézőink, Önök a Túri Hírmondót látták, friss hírekkel pedig holnap este is jelentkezem. Addig is minden jót, viszontlátásra!